foglaljanak helyet a képviselőtársak. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, vendégeket, akik a mai képviselőtestület ülésen megjelentek. Ma 1993. október 21-i rendes ülésünket megkezdik, megállapítom. A képviselőtestület határozott képes. Kábel televízió ügyben. Kérem szépen, kérdezem az előterjesztő elnökről, kíván-e szólni, mert ilyenkor fotózik. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül valaki kíván-e szólni. Kérem szépen, tessék, bizottsági elnök Donát Ferenc képviselő. Alapvetően nem egy új témával állunk szemben. Sokadjára rádjeljük ezt a dolgot, úgy érzem, hogy megérhet az idő arra, hogy építő jelleggel döntsünk ebbe a témába. A három bizottság együttes ülésen tárgyalta a témát, és úgy határoztunk, hogy támogatjuk az előterjesztést a 93 évi költség előirányzatával együtt, azzal a kiegészítéssel, hogy a 94 évi költségigény rendezése céljából az intézmény üljön az önkormányzattal, és a költségvetés jóváhagyás előtt pontosítsa, tárgyalja meg, hogy hogyan és miképpen lehet finanszírozni 1994-ben ezt a tevékenységet, és induljon el a munka. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! További kérdés, megjelölés, vélemény, tessék, Sándor képviselő. Elsőként is kérdésem lenne, hogy ez a három bizottság milyen létszámban volt ott, mert három bizottság nevében mondta ki a igenő választ, hogy vajon Határozat képes volt valamennyi bizottság. Köszönöm. Megtudom, hogy a Művelődés és Tájékoztatási Bizottság is támogatta ezt az ügyet, csak az elnök úr most nem tudja ezt tolmácsolni, mert el van foglalva. Köszönöm. Megjegyzés, illetve vélemény. Nem szívesen teszem, annál is inkább, mert nem tudom, hogy azt a filmet, amit most fölvesznek a kazettára, ezt magáncélra, közérdekre, vagy milyen célra kívánja a Művelődési Bizottság elnöke felhasználni. Ha ez a önkormányzat megbízásából van, minden további nélkül viselem, hogyha nem saját célra, akkor kérem kikapcsolni. Soha nem csináltam saját célra az ilyesmit. A Városi Dokumentációs Stúdió operatőre vagyok. Évtizedek óta. Tehát kapott a megbízást az önkormányzat részéről, hogy készüljön itt anyag. Ez a kérdésem, és amennyiben nem, kérem, hogy ezt ne félvezze. Ehhez jól van, nem kívánok ezt.